Szeretettel köszöntelek harmadik csoport, remélem jól vagytok. Tehát nektek is meg fogom nézni, hogy mit jelentenek ezek a kártyák. Tehát itt van a pap, a botok 7-es, a kelyhek 9-es, a remete, az érmék 10-es. Kastély, senki nem tudja betölteni a helyedet, cserben hagyott, könyv, nem tudom elképzelni az életemet nélküled, társfüggőség, meditálás, félelem, szerelmi hívás, szívfájdalom és egérmacska. Mit jelentenek ezek a kártyák? Azt érzem, hogy nagyon sok félelemmel teli gondolatai vannak, ugyanakkor mégis nyugodt, de legtöbbször félelemben van. A pap azt jelzi, hogy valami megoldást akar találni az életébe és a kapcsolatban is. A 9-es kelyhek jelzi, hogy néha meditál valami parkba, vagy nagyon szeret kint lenni a zöldben, kint tölt időt a szabadban. Egyedül is jól érzi magát, és csak imádkozik, hogy ez a kapcsolat jó legyen. Meg akarja találni a módját, hogy hogyan lehet a kapcsolatnak jó vége, és meg is fogja találni. A múltban a félelmei voltak, ami most jön elő, most nagyon magába van roskadva, és magába meditál, meg akarja tudni a válaszokat, és a fenti hatalomhoz rimánkodik, hogy mondják meg, hogy mi ez a kapcsolat. A 10-es érmék jelzi, hogy boldog családi életet akar veled, gyereket, kutyát, macskát, tehát nincs veszve a kapcsolat, arról álmodozik, hogy ezek mind meglegyenek, és ez a kapcsolat lényege, hogy egy házba akar venni veled hosszú távra a kutyával, macskával. Szeretné, hogy a félelmei eltűnjenek, szeretne bízni benned és az univerzumban is, azon dolgozik, hogy a félelmeit feladja. Azt érzem, hogy társfüggőség van köztetek, és ez nem jó, tehát ezt egy kicsit el kéne engedni. Ki akarja nyitni a szívét, ki akarja nyitni az érzéseit, és bízni akar benned, bízni akar az univerzumban, hogy újra összehozzon titeket, és hogy megerősítse a kapcsolatait. A gondolatai félelmeket ébreszt benne, de mégis büszke magára, hogy a félelmeit le tudja győzni, és tudja, hogy nem a félelmek kontrollálják őt, hanem ő kontrollálja a félelmeit. Nyitva tartja a szívét, és csak az észjárása az, ami néha negatív, és macska egeret játszik az agyába, és kergeti egymást a nehéz gondolatok. Lehet, hogy ti is egymást kergetitek, lehet, hogy te kergeted őt, azt utána ő téged, úgyhogy ez oda-vissza kergetőzés. Akarja a válaszokat, de az esze nem tudja a válaszokat, csak a lelke. Hogyha a lelkében néz, amikor meditál, akkor tudja, hogy szeret téged. Arra gondol, hogy milyen jó lesz, hogyha újra találkoztok, mert pára lehet külön vagytok. Tudja, hogy a lelki társa vagy az ikertársa vagy. Lehet, hogy nem sokára hallani fogsz róla, mert nagyon hiányzol neki, akar veled beszélgetni. Arra gondol, hogy mikor érjen el téged, és hogyan mondja el neked, hogy szeret. Hallja az univerzumot, hogy hívja, hogy gyere és nyílj ki szerelmi hívás, és mutasd meg ennek a nőnek, hogy szereted. Tudja, hogy nincs vége a kapcsolatnak, tudja, hogy van még remény, tudja, hogy szereted, de azért tőled vár biztosítást, hogy szereted-e még. Néha ellök magától, mert annyira negatív a gondolatai, és amikor negatív, akkor ezt hozza ki belőle, hogy téged ellök. Arra gondol, hogy hogyan tudná megoldani a problémáitokat. Azt érzem, hogy a szüleitől nem jó dolgokat tanult, nem tudja kimutatni, hogy hogyan szeressen téged, és úgy érzi, hogy nagyon sok probléma van köztetek, nem egy, nem kettő, hanem több, és ezért nem érzi magát biztonságban. Arra gondol, hogy néha lehet cserben hagyott téged, nem ott volt, amikor kellett, vagy amikor kellett neked segítség, és magát hibáztatja, és úgy érzi, hogy senki nem tudja betölteni a helyedet, tehát, hogy akar téged hosszú távra, nem tudja elképzelni a jövőt nélküled, nem tudom elképzelni az életemet nélküled, tehát nagyon jó dolgok. Néha elege van a kapcsolatból, nem mondom, mikor kijön a komfortzónájából,
néha van neki elege, és néha el szeretne futni, de utána mégis vissza akar jönni hozzád. Lépni szeretne, meg akarja találni az egyensúlyt köztetek, a harmóniát, imádkozik, hogy a kapcsolat jobb legyen, hogy a kapcsolat meggyógyuljon. Tudja, hogy minél tovább együtt vagytok, annál jobban tanultok egymástól, és a kapcsolat is növekedni fog. A könyv azt jelzi, hogy lehet, hogy tanulni akar valamit, YouTube-on videókat néz, vagy valami érdekli, hogy hogyan tudná a kapcsolatot jobbá tenni, lehet, hogy ő is tarotkártyát néz, tehát akarja tanulni a kapcsolatot, hogy hogyan legyen jobb, de lehet, hogy valamibe képezni szeretné magát. A kastély azt jelenti, hogy jelenleg mind a ketten falat húztatok, és nem tudjátok egymás szívét teljesen megközelíteni, de le fog ez rombolódni. Tudja, hogy amikor itt van az ideje, akkor újra együtt lesztek, és tovább folytatódik a kapcsolat, és a szívfájdalom meg fog gyógyulni, és nem fogjátok egymást kergetni. Tehát jelenleg lehet nem vagytok együtt, de se baj, mert újra ki fogtok békülni. Őneki egy a probléma, hogy félelmei vannak, amit hozott előző életekből, és ezeket kell gyógyítani, ezért most sokat jár a parkba, és csak gondolkodik, vagy sokat imádkozik, és ez fogja meghozni azt, mikor külön vagytok, hogy újra egymásra fogtok találni. Tehát jobb, ha külön vagytok, most te is magaddal törődj, meditálj, képezd magadat, legyél büszke magadra, ő is büszke arra, hogy tudja kontrollálni a negatív gondolatokat, és azt érzem, hamarosan lépni fog, hamarosan jelentkezni fog feléd, harmadik csoport, és ki fogtok békülni. Úgyhogy mind a három csoportnak nagyon jó, de mind a három csoportnál azt látom, hogy társfüggőség van, és vannak problémák, amit közösen vagy külön-külön meg kell oldjatok, de mind a három csoportnak vissza fog térni. Úgyhogy köszönöm szépen mind a három csoport. Egy kicsit siettem a jóslással, mi megyünk valahová, és azért ezért elnézést kérek, hogyha nem értitek, többször nézzétek vissza a videót. Aki szeretne e-mail jóslást, az írjon, és három nap alatt elkészítem. Segítsétek, legyenek szívesek a második csatornámat, nézzétek meg a videókat, mert rövidek, és iratkozzatok fel. Ezért egy-egy kérdést, aki új, az föltehet. Köszönöm mind a három csoport, legyen szép vasárnapotok, sziasztok!